Nincs meg a jogalapja annak, hogy Brüsszel elindítsa Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárást. Erről beszélt Kovács Zoltán a Mandinárnak. Az államtitkár hangsúlyozta, még egyetlen eurócentet nem kaptunk azokból a támogatásokból, amelyek szabálytalan felhasználása esetén megindítható egy adott ország ellen a jogállamisági mechanizmus. Az m nyilatkozó szakértő szerint Brüsszel nem tudta elérni, hogy a választásokon megbukjon az Orbán kormány, mert a magyarok elsőprő többsége megint a jelenlegi kormányzó pártokat támogatta. Ezért most azt hiszik, hogy ezt azzal is el tudják érni, ha nem küldenek pénzt, de tévednek fogad. Brüsszelnek nem a kormányjal, hanem a magyar emberekkel van vitája. Nyilatkozta Kovács Zoltán a Mandinernek annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság bejelentette, megindítja Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárást. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára lapnak azt mondta, elképesztő lépés ez, hiszen az Európai Bíróság is kimondta, hogy ehhez megfelelő jogalap kellene. Már pedig ilyen nincsen. Már csak azért sem, mert még egyetlen eurócentet nem kaptunk azokból a támogatásokból, amelyek szabálytalan felhasználása esetén megindítható egy adott ország ellen a jogállamisági mechanizmus. Hogyan büntethetnének meg minket olyasmiért, amit el sem követtünk, kérdezte Kovács Zoltán. Brüsszel hibázik, amikor ugyanazt a nótát fújja, mint a magyar baloldal. Azt ugyanis a magyarok most utasították el nagy többséggel, közölte Gulyás Gergely az Európai Bizottság elnökének keddi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnökséget vezető miniszter közleményében úgy fogalmazott: A demokrácia alapvető szabályait a bizottságnak is el kell fogadnia, és nem a most vereséget szenvedett magyar-baloldal igényeit kellene teljesítenie. To start the Az Európai Parlamentben jelentette be Ursula von der Leyen, hogy elindítják Magyarországgal szemben a röviden jogállamisági eljárásnak nevezett feltételességi mechanizmust. Az erről szóló rendeletet 2020-ban fogadták el, és bár 2021. januárjától hatályban van, eddig nem alkalmazták, mert a bizottság megvárta az Európai Bíróság állásfoglalását az ügyben. A perben Magyarország és Lengyelország fordult bírósághoz, amely idén februárban hozta meg a döntését. Ebben a jogszabályt az uniós joggal összeegyeztethetőnek nevezték. A jogállamisági feltételességi mechanizmus célja, hogy a tagállamok ne élhessenek vissza az uniós forrásokkal. Brüsszelben elhiszik a saját propagandájukat. Az a legnagyobb hiba, ha valaki a saját propagandáját elhiszi. Értékelte az Európai Bizottság lépését Kiszeli Zoltán az m en A századvég politikai elemzések központjának igazgatója azt mondta, Brüsszel nem tudta elérni, hogy a választásokon megbukjon az Orbán kormány, mert a magyarok elsőprő többsége megint a Fidesz támogatta. Ezért most azt hiszik, hogy ezt azzal is el tudják érni, ha nem küldenek pénzt. Elhiszik azt, amit a, egyrészt a magyar baloldali képviselők mondanak, a soros hálózat mond, az álcivil szervezetek mondanak, hogyha elzárják Magyarországon a pénzcsapot, akkor majd megbukik a kormány. Tehát ők ezt elhiszik, most egy ilyen a negyedik kétharmad után is még elhiszik a saját meséiket, és ezért mesterkednek azon, hogy elzárják a magyar kormánynak a pénzcsapját. Hozzátettek 2013-ban és 2017-ben is ezzel próbálkozott Brüsszel. Azonban később mindig rájöttek, hogy a magyarokra és a lengyelekre is szükség van a komoly uniós célkitűzések eléréséhez. Legyen szó klímacélokról vagy a határvédelemről. Így, ahogy fogalmazott, Brüsszel magát lövi lábon, ha politikai zsarolásra használja fel az uniós pénzeket.